Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Szólhat, a Televízió interaktív talk a nevében is benne van a címében, hogy szólhat, tehát hozzánk szólhatnak, kövessenek minket a Facebook csatornán, a televízióban is természetesen nézhetek minket, ám onnan nem nagyon tudjuk föltenni majd az önök kérdéseit, ezért menjenek hát a Facebookra, kövessenek ott minket, és a cseten tegyék fel a kérdéseiket, amik majd megfogalmazódnak. No, és először nézzük azt, hogy ki is lesz a mai beszélgető partnerem, ki a vendégem, egy rövid bejátszásból megtudhatják. 2005 óta szerepel humoristaként, Fábri Sándor tanácsára ment el a Duma színházhoz, ahol azóta állandó fellépő, a Soder Klubból ismerte meg az egész ország. Több rtl műsorban is szerepelt, sőt műsorvezető is volt, de rádiózott is. emelle több könyve is megjelent. Ő nem más, mint a humorista Dombóvári István. Vezet. Na és köszöntöm is Dombóvár Istvánt a vonal túlsó végén. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk itt az online kis talksonkban. Itt van, itt vagyok a műholdas körkapcsolásban. Köszönöm szépen, igen. Hát a technika most már ezt lehetővé teszi, hogy mindössze 20 kilométerre vagyunk egymástól, és mégis olyan, mintha itt ülnél a szobámban, vagy én a tiédben. Üdvözlöm a kedves nézőket. Facebookon megyünk? Facebookon is megyünk, így van. A tévébe is? A tévében is, meg a Facebookon is. Úgy gyerekek, újabb a tétel, szólnak TV. <laughs> Kipipálva. És hát láttuk azt is, hogy megosztottad a Facebook oldalodon, hogy na, jössz Gyuri atya előtt azonnal. Bizony, Illetve... utána Gyuri atya jön, aki, aki, direkt Gyuri atyára gyúr, annak még ezt a fél órát el kell viselni, de igyekszem, hogy kellemesen töltse el. Élőből csöppentél az élőbe, azt elmondhatjuk, mert hogy gyakorlatilag mi adásunk előtt egy-két perccel fejezted be a saját élődet. Erre most kaptál rá? Most kezdted el csinálgatni? Az az igazság, hogy március 11-én volt ez a vészhelyzet elrendelés. Nekem 10-én volt utoljára fellépésem, azóta semmi. Az első két-három napban meg is voltam elég rendesen ijedve. És nem tudom ki, hogy van vele, nyilván vannak nálam sokkal profibbak, meg talpra Én úgy voltam vele, hogy ha nem csinálok bármit, bármiféle szereplősdit, akkor én pillanatok alatt elszakok a színpadtól. Én 15 éven keresztül egy, ö, egy hétnél többet nem voltam színpadon kívül, nem is volt hosszabb szabadságom, pont emiatt. És akkor kitaláltam ezt az élőzést, hogy rengeteg platformon lehet már élőzni, Facebook, stb. Azért esett a Youtube-ra a választás, mert, mert az még nem volt úgy elfertőzve, Én mindenféle trolloktól, mindenféle hülye kommentelőktől, és és gondoltam, hogy ez most egy új, egy szűz számomra. Én a Youtube-ban nem annyira foglalkoztam soha. Ez egy véletlen dolgozó éppen ott telefonnal indítottam egy sima ilyen telefonos live. Most már applikációkkal ugye mindent meg lehet csinálni. Tulajdonképpen már csak mi kellünk hozzá, meg minimális kreativitás. Aztán felépült ott egy jó néhány száz állandó nézős közösség. A videók mindig fennmaradtak, amit megnéztek adásonként 4 öt ezren, visszanézték, és elkezdtem fejleszteni az infrastruktúrámat. Újabb lett a gép, a kamera, most már van kondenzátoros, profi gamer mikrofon, világítva vagyon, arcfény van, szétvilágított uh, softboxok, és így örömemet lelem benne, bejátszás, azt kicsit tévézünk. Na. Tehát a tévézni akar mindenki. A YouTube azt tulajdonképpen szóval azt harsogja, hogy mi nem vagyunk tévé, aztán, hogyha megnézed a YouTube tartalmakat, akkor mind a tévét idézi. Mi nagyon tévézni szeretnénk. Na no, hát nagyon jókor időzítettük akkor mi is ezt a műsort, mert gyakorlatilag most már profi körülmények között fogadsz minket. Említettem, hogy a nézők kérdését, várjuk, és már adás előtt is érkeztek kérdések, gyorsan föl is teszek egy párat, menjünk sorrendben. Kérdés Andreától, a karantén alatt miből merítetted a témáidat? Semmiből. Megmondom őszintén, <há> hogy ez a, ez a legnagyobb félelmem, az ingerszegény élet én azért heti hat napot felléptem, utaztam, jöttem, mentem. Az, hogy bezárkóztunk, minden bezárt, és mi nem mehettünk sehova, nem történt körülöttünk semmi, ez nekem a halál. És én nem is írtam azóta semmit. Ahelyett jöttek ezek a live -ok és a social aktivitás. Most nem merítettem semmiből. Most látom, hogy enyhül egy csomó dolog, és szépen lassan kezd visszatérni az élet ha nem is a normális, de az általunk megszokott kerékvágásba, úgyhogy majd most szeretném összehozni. Képzeld el, hogy elfelejtettem a saját műsoromat. Ugye az ötödik önálló estemmel túlnéztem, aminek úgy, hát ugye vége szakadt, mert minden másnak is vége szakadt, és most a belső szerverről, a Duma Színházból letöltöttem a saját műsoromat, és most igyekszem megtanulni a saját műsoromat, amit soha nem kellett leírnom és megtanulnom, mert itt volt minden a fejembe. Most először kénytelen vagyok feleleveníteni. Úgyhogy mostantól lesz a stand-up megint aktív. Hát ez újabb komoly feladat. Na de nézzük a további kérdéseket, mert még mindig van, és egy kicsit kapcsolódik is ahhoz, hogy Ladonicki Danival korábban itt Szolnokon rádióztatok, közösen vezettetek műsort, és hát Dani is itt van velünk, ő kérdezett, lesz-e rádiós műsora még valaha? Ezt kérdezi tőlem, Dani? Ezt kérdezi tőled, Dani, bizony. Danikám, hát hogyha a Pistát rá tudod venni, akkor nagyon szívesen. Annyi, hogy ne reggeli műsor legyen, mert tudod, hogy nem tudok korán kelni. Az a helyzet, hogy én nagyon szívesen rádióztam a Danival, jó poén volt, uh -huh. és kaptam országos rádiótól is felkérést. Megmondom őszintén. Nincs, nincs olyan szép hangom, csak szeretek rádiózni. Nincs olyan szép hangom, mint Daninak. Ezt akartuk hallani. Na. lássuk be. Lehet, hogy ő akart ezt kiprovokálni. Igen, napon, igen. Igen, legalább egy ember legyen boldog ma este. Szóval, Reggeli műsorba kértek, nem is kis nevekkel, de megmondom őszintén, tudom, hogy tíz évvel ezelőtt saját magamat köptem volna arcon, de nemet kellett rám mondanom, mert az én fellépős életmódom azt jelenti, hogy köböl éjszaka járok haza. Tehát számomra regge reggeli sáv az munka szempontjából teljesen <coughs> Úgyhogy valami délutáni drive time műsorsában, ha valaki keres rádiós hangot, akkor nagyon szívesen megyek, tényleg. De reggel semmiképpen sem ennyiért. <coughs> föl van dobva a labda, rádiós igazgatók, programigazgatók már Remélem, is, keresetik Megegyezünk. <laughs> és Dani vissza is válaszolt egyébként rengeteg sírós nevetős feje, és szerintem ő is vette alapot akkor. No, de egy picit beszéljünk magáról arról a tevékenységről is, amivel az egész ország megismert, ugye a humorról beszélünk, humoristaként 2005 óta gyakorlatilag ismer az egész ország. Hogyan keveredtél be a Sóder klubba, ahol mindenki megismerhetett? a Soda Club az, az, már egy lépcsőfok volt tulajdonképpen. 15 évvel ezelőtt írtam alá a szerződésem, és az egész mindenkinél egy kicsit máshogy jött. Tehát mások szorját nyilván nem tudom, csak a sajátomat. Én Fábi Sándor rajongó voltam, én néztem a műsorát a másik három millió emberrel együtt. Csütörtök esténként két hetente. És nekem, ne, nekem a én szerettem a rádiókabarét, meg kazettára felvettem, meg én is szerettem Hofit, meg Markosnádason nőttünk föl, mint mindenki más, de nekem a Fábri volt az áttörés. Az ő személyét, meg a humorát, ami erősen megkérdőjelezhető volt már akkor is, mai szemben, meg végképp. De volt a csávóban valami olyan átütő, valami olyan elemi, ami egész egyszer vonzott engem. És egy ilyen amatőre, amatőr est előtt még volt egy ilyen, hogy utca emberei beülhettek az ő székébe. Ez fenn van a Youtube-on is. Uh -huh és kérdezhettek Sanyitól. Így volt lehetőségem találkozni vele személyesen. Három mondattal gyakorlatilag porigalázott, de jól csinálta. Én meg próbáltam vicces, mai szemmel inkább szánalmas módon, de, de legalább bátor voltam. És Sanyi a bátorságot azt értékelte, és mm -hmm. azt mondta, hogy zajlik egy ilyen kvázi amatőr tehetségkutató egy, egy helyen Pesten, ami már egyébként nincs meg, egy klub. És menjek oda, mert próbáljam ki magam. És én elmentem. Én úgy mentem oda, hogy engem a Fábri küldött. Ezért ez kicsit csúsztattam azért, de nem teljesen. Nem volt orbitális hazugság, csak egy, egy picit ügyesen raktam össze a témát. És akkor elmentem, felléptem, és maga az az érzés, hogy a kis összerakott 10 perces műsorodon röhögnek, idegenek, ez nagyon fontos, mert a haverok szerint Ugye, ugye vicces vagy? Hát a barátok azért röhögnek rajtad. A barátok szerint mindig ügyesek vagyunk. Hát ha nem lenne így, akkor nem lenne az a sok rettenetes kretén az X-Faktor első adásaiban. Azoknak a, azoknak a retteneteknek mind a barátai mondták, hogy annyira jó a hangod, olyan jó, színpadra termettél. Szóval az igazi áttörés akkor van, amikor a vadidegenek érdek nélkül elkezdenek röhögni rajtad. Nekem olyan jó sikerült a második fellépésem, ilyen amatőresten, gázsi meg minden nélkül, hogy. Uh -huh. Úgy felmondtam a munkahelyemen másnap. Jó buta döntés volt, akkor úgy tűnt, sokáig úgy tűnt. Aztán tulajdonképpen egy idő után meghozta a befektetését. Egyszer megcsörönt a telefon, és azóta csak csörög folyamatosan. És lehet, hogy pont a rádióigazgatók hívnak, úgyhogy majd, hogyha esetleg lesz egy csúcsok közben, remélem. akkor, akkor elengedlek, és akkor az az egy perc, amely kitalálunk valamit. Várjál, most hívnak a klasszefemtől, mi legyen, vegyem? <laughs> a Neo fm lehet, hogy az jobban fog feküdni, nem? Persze, tudom, ha azt szeretnék, hogy feküdjek, az nem fog menni. <laughs> no, de, ugye azt említetted, hogy nagyon jó érzés volt, hogy idegenek nevettek a poénokon. De biztos előfordul az is, hogy nem nevetnek a poénokon. Vannak ilyenek, illetve hogyha vannak ezeket, hogy szoktad feldolgozni? Hogyan lépsz át ezen, hogy mondjuk a te poénod nem jött be? Tuh, hát van, de minimális. Azért, uh -huh. azért most, már, most már tudom, hogy hogy kell hozzányúlni valamihez. Ha pedig nem, akkor nagyon gyorsan, még mielőtt ők észrevennék, hogy szart mondtam, gyorsan másodperc szörtrész alatt el tudom vinni egy másik irányba a dolgot, Aha. hogy jó legyen. Addig ütem, amíg jó nem lesz. Ha pedig egyik sem sikerül, akkor nagyon profi eszközökkel át tudom fordítani az egészet arra, hogy a közönség a hibás. <laughs> hogy lehet a hibás? Hogy lehet hibás a közönség? Rossz a humor érzéke? Nem, nem az, a jó, az a jó a humoristaságban, hogyha el, elcseszed a poént, talán így még mondhatom, mert az elrontod, az nagyon nyomi. Ha elcseszed a poént, sok esetben még jobb lesz, mint hogyha sikerült volna jól előadni. Aha. Komolyan. Az egész a közvetlenségről szól, az egész a kontaktusról szól, a személyességről. Ezért, képtelen, ezért vagyok képtelen online fellépni. Ezt nem tudom megcsinálni. Uh -huh. Kaptam jó ajánlatokat. Dani biztos mondaná, hogy ő elfogadná, hogy megcsinálná, de én nem. Én nem tudtam megcsinálni. Nekem kell a közönség, tehát a húsvér közönség. Oké, most tévében vagyunk. A tévé az így működik, hogy kamerába beszélünk, és azt végpontokon látják, de de egy kis klubba a stand-uphoz, ahhoz, ahhoz, kell, kell a valódi húsvér közönség kézefogható közelségben. Ott, ott muszáj együtt lélegezni velük, kisebb-nagyobb helyeken is. Ebből én nem engedek. Pont ebből volt egy vitám, tegnap a Bocskor műsort, nem tudom, ne Az egyetlen műsor volt, ami, ami megmaradt, az ott az egyetlen munkám az elmúlt hónapokban. A, az ATV-n, a Bocskor van uh -huh. beszélgetős műsor. Imádom a beszélgetős műsorokat. Az a legnehezebb egyébként. Alig mernek már beszélgetős műsorokat csinálni. Mert azt hiszik, hogy nincsen benne elég, hogy az emberek inger már nem üti meg a beszélgetés, pedig az a legnehezebb. De az országos csatornákon nincs már beszélgetős műsor. Nincs? Inkább ugyanazt a 8-10 blockbuster-t leadják 10-szer, uh -huh. batman 20-szor, de nehogy már egy beszélgetést legyen. Isten nyugosztalja, Balógyi Agyolc utolsó, aki beszélgetős műsort csinált mondjuk a nagy aztán semmi azóta. Hát igen, most egy kicsit a szomorkás részére tértünk ennek a dolognak, mert... Viduljunk valóban, vissza! Viduljunk vissza, mert én is úgy érzem, hogy azért a beszélgetés műsorokra szükség van, és igénylik is az emberek. Hát <laughs> nagyon jó a bögréd, azt teszem hozzá. Igen, jó, David üdvözöl mindenkit. Hi, hi, hi Salonok. you know, this is the lovely place. Ő megmondta, ő Tudjuk, tudjuk. No, de hogyha már azt mondtad, hogy ugye neked kell a húsvér közönség az, hogy fellépjél. van -e esetleg olyan felkérés, vagy volt olyan felkérés, ami azt mondtad, hogy jó, itt van a húsvér közönség, na, na de állj, ezt nem, ezt azért nem vállalom el. Nem, inkább műsor típusokról van szó, tehát én, én, privát rendezvényeken egyáltalán nem lépek fel. Tehát születésnapra, lakzira, meg ilyeneken nagyon sokan hívnak a mai napig is, tehát ebből külön meg lehetne élni, ha csak ezzel foglalkoznék. De azért 15 éve csinálom ilyen nem tudom, meddig számoltam, ilyen négyezer rendezvényen vagyok túl, ha mindent bele számítok, és arra jöttem rá, hogy nincs, a, nincs helye, nincs helye ilyen ö, privát rendezvényeken. Nagyon sokan lépnek fel ilyen helyeken, nem azt mondtam, hogy én majd megmondom, hogy maga a műfaj nem való ide, én úgy tapasztaltam, hogy nekem nem megy. Nekem nem megy egy privát helyszínen eljátszani azt, hogy mi barátok vagyunk, mert mindenki úgy néz rám, úgy üdvözölnek, úgy születésnapon leültetnek maguk közé. Ők ezt megtiszteltetésnek szánják, én ezt pontosan tudom, de nem tudok mit kezdeni a szituációval. Nem való. Pont azért dolgoztam ennyi évet a szakmába, hogy már nekem ne kelljen ilyen rendezvényekre uh -huh. elmennem. Én mindenkinek azt szoktam tanácsolni, hogy inkább jöjjön el valamelyik nagy Dunaszínház előadásomra, mondjuk éppen Szolnokra, az Abba Novák Kulturális Központba, mert ott megvan neki az atmoszférája. Sokan vagyunk, jót nevetünk, megvan az a, a, a csapat, az a csoport feeling. Előadás, megmarad a kis varázs a prózában ennél a kelléktelen műfajnál is kell egy kis varázs. Tényleg. Lehet, hogy erős szavak ezek, de egy lagzisátorba ez nem jön át. Közben Juhász Balázs írta is nekünk, hogy most is Buzz Spencer megy az RTL-en. Hát nem csodálkozom ezen. Biztonsági játékos ma már mindenki. Nyilván a televíziók azok elsősorban üzleti vállalkozások, és csak másodszorban terjesztik a kultúrát. Ez van. Pénzből élünk, én ezt értem. Csak, csak én azt mondom, hogy én, én örülnék, Örülnék beszélgetős műsoroknak, még hogyha be van csomagolva valamiben, mint mondjuk a Bocskor, vagy a Gyertek át volt annak idején. Azt is szerettem. Majdnem ugyanazok az emberek szerepelnek benne. Nagyon kevés ember tud beszélgetni, észrevetted? Nem véletlen, hogy a 8-10 embert rotálják mindig mindenhol. Igen, és ebben nagyon sok televíziós beleesik egyébként, amikor vendéget kell hívni adott témakörbe, nagyjából körbeforgunk. Igen, és én nem vagyok senkinek senki, nincsen kontaktom, nincsen kapcsolatom sehova. Azért hívnak különböző TV csatornákhoz beszélgetős műsorba, mert ö, meg tudom csinálni. És hát igazából ezt mindenkinek tudnia kéne. Ez olyan szinten alap. A színészek tudni, hogy tudnak beszélni. Az énekesek, azok is a színpadon élnek. A celebek, meg, meg azok meg főleg abból élnek, hogy, hogy kifele csillogjanak. Hát basszus, oldják már meg valahogy. Ne élegyek már mindenhol. No, de egy kicsit beszélgessünk, ha lehet, és mondjuk szerződésed engedi egy picit a Soder Klubról, aki esetleg még nem volt, csak látja a tévébe a vágott verziót. Hogy történik egy Soder Klubos felvétel? Mi az, amit elmondhatod erről? Semmit nem tilt szerződés, de De mindenki valami óriási nagy varázslatot gondol e mögé. Semmi. Hát én pont azt mondom, hogy mai szemmel a Soder Klub... Én már tényleg csak annyit vagyok benne, amit a szerződésem kötelez, mert... 12 év után már nem kihívás. Tehát valamire való humoristának az önálló estek, hát azokba teljesednek ki. Maga a műsor struktúra, hogy négyszer 10 percet vagy a színpadon, az inkább a feltörekvő fiataloknak érdekes. De, de a régi arc nagyon nehezen tudja azt így megemészteni, hogy 10 perc után le kell jönni. Semmi nem történik. A Showdown Club pont, pont nem az egyik, abszolút nem a kedvencem. A helyszínt se szerettem soha. Egy, mm -hmm. egy pucos budai, nem is tudom mi az, egy, nagy, egy drága luxus étteremnek a pincéje. Nincsenek ablakok, nincs levegő. Nem véletlen, hogy én inkább az önálló estjeimet már sok-sok éve inkább a Comedy Centrára viszem. Sódák klubban semmi ja. sem történik. Annyi történik, hogy egy órás műsor, egy végtébe vesszük föl, nincsenek benne, nincs benne szünet, és a hogy, hogy, történik ez? Mindenki elmondja a tervezett kis műsorát, a műsorvezető bekonferál embereket. Tehát ugyanúgy történik, mint amit látsz. Ha valamit kivágnak belőle, az két dolog miatt történhet. Az RTL jogi osztálya rizikósnak talált egy témát, vagy pedig egész egyszerre hosszabb a műsor, mint a műsoridő. Kereskedelmi egy óra, az kb. 48 perc, ugye plusz reklámok. De általában azért Valamire való humorista kiköti azt, hogy ha kivágjátok a műsoromból ezt és ezt akkor. Uh -huh. Vagy elmondom, mindegyik adásba és valamelyikben kénytelenek vagytok leadni. Nagyon nehezen viseli az ember már ennyi év után azt, hogy cenzúrázni próbálják. Tehát az semmiféleképpen nem. Tehát ez megengedhetetlen. 2020-ban a cenzúra. Tök mindegy, hogy milyen platformról beszélek. Amikor az előadó elmond valamit, akkor az mind a szórakoztatás célját szolgálja. Tehát az, hogy én, én névvel arccal kiállok a színpadra, elmondok egy, egy akár egy rázós viccet. És helyettem egy sötét szobában tíz öltönyös ügyvéd aggódik, hogy nekik ebből mi bajuk lesz, akkor hagyjuk az egészet. Ezt akkor ebből, ebből kiindulva számodra a humorban nincs is tabu téma? Nem hogy lehet. Hát nem tán... lehet. Nem lehet. nem lehet. Nincs értelme. Nincs értelme. Ha valaki úgy áll neki műsort készíteni, hogy hú, ezt nem kéne, mert ebből ezek fognak megharagudni, jaj, most akkor lesz egy lesz-e így, ezt a, ezt a, ezt a cigány nem kéne mondani, vagy ú, ettől meg fognak sértődni a terhesnők, így, ettől meg, mit tudom én, az izraeliták, így nem lehet hozzáfogni. Uh -huh. Akkor kuka az egész. Ha valaki így szét akarja szedni a műsorát, vagy fél bizonyos témáktól, vagy szavaktól, annak akkor nem humoristának kell mennie. Az legyen villalakó, vagy énekes, vagy mit tudom én. Ezt csak így lehet csinálni. Különben azt érzed, hogy kiherélted saját magadat, ami ugye nem hangzik jól. Még átvitt <laughs> Nagyon nem hangzik jól, igen, Egyáltalán és aztán, nem, nem szeretnénk elérni most se, semmiképpen se. De esetleg volt olyan, hogy ha nincsen tabu, és mondtál olyan humort, olyan viccet, esetleg valamikig megszóltak-e miatt? Volt ebből Ó, problémát? megszóltak, feljelentések is voltak, Na, a is támadások is voltak, saját kollégáim is támadtak rám, volt, aki, volt, aki szembe volt, aki arcba volt, Aha. aki hátta, hát ez van, tudod, ez egy ilyen forrongó primadonna népség vagyunk mi, én sem vagyok jobb egy picit sem senkinél. Figyelj, a magyar ember nagyon nehezen veszi a humort. Tehát állandóan Hollywood után álcsingózunk. mindig azt írták, hogy olyannak kéne lenni, mint a, mint az, ez igen, az a Ricky Gervais az jól megmondta a Golden Globon. De amikor megcsináltuk a rosszot, uh -huh. meg aztán még egyet, akkor meg záporoztak a levelek, hogy micsoda ajja, trágya, csúnyán beszélnek. Bántják Nagy Ferenc művészulat, bántják az Zoltán művészulat. Tehát Amerikát óhajtjuk, de ha egy picike kis szelet Amerikát betolunk így a tévékbe, akkor meg mindenki fel van háborodva. Tehát a, a magyar ember sajnos nem tud önfelette röhögni. Állandóan azt keresi, tehát soha nem arra koncentrálunk, ami jó, hanem azt keressük, ami nem. Ez, ez szörnyű, ez valami évtizedes lemaradás. Illetve egy kicsit álszentnek is érzem sokszor ezeket a dolgokat, nem? Álszentek is vagyunk Ugye? egyébként, mert elhögcsélünk rajta, de aztán halljuk, hogy valakinek nem tetszett, akkor mi is odaállunk. És mióta van a két irányú kommunikáció, tehát hogy a, már a műsor közben mindenki a social meg tudja írni, hogy, hogy, hogy mi a probléma vele, meg, meg petíciót ír, hogy valamit szedjenek le a képernyőről, meg ilyenek vannak. Gyerekek, hát el kell kapcsolni arról a rohadt csatornáról, Annyi van, mint az állat. Tehát akinek a az én humorom mondjuk nem megfelelő, az választhat a rengeteg kollégám közül, ha pedig az se felel meg, akkor ott a National Geographic, ahol oroszlánok szaggatnak szét őzeket a PC jegyében, szigorú. <laughs> Szigorúan úgy. Ez van. Érdekes kérdések, azok nem jöttek, de rengeteg hozzátólás ja. van. Lehet, hogy te érted, mi biztos, hogy nem. Például van ilyen is, aki azt mondja, hogy hozzad a nyuszi motort, ja nem, bocs. Hát ezt most nem tudom hova tenni. Most jöhet, Ez egy, ez arra, egy másik vagy, kollégának nesa. az egyik poénja. Tessék. <laughs> Igen kollégáktól idéznek. Ez nagyon, ez, ez, a, ez a, a, hogy is mondjam, a kedves tévénézők 15 éve tartó poénforrása, hogy odaírnak az oldalamra mondjuk, hogy szia hat házi. És akkor, ja, akkor ezt már megszoktad. Ez valami jön. ilyesmi lehet, igen. Ezen kedvesen elmosolygunk. Egyébként van olyan kolléga, akire úgy tekintesz, mint hát esetlegesen, lehet, hogy rosszul hangzik példakép, vagy követendő példa, vagy... vagy ne, követ... többen is vannak. Na. Többen is vannak. Egy emberre nem, inkább mindenkitől valamit. Én a ja, kicsi be Van... lehet szemezgetni mindenkiből. Hogyne, hogyne, hogyne. Ugye a két barátom, az a Bellus meg az Aranyosi, ugye ők a két uh -huh. miskolci, ő, ők személyes, privát életben is barátaim. Szeretem a Pistit, ahogy ír, szeretem az Aranyosit, ahogy, ahogy a közönséget tartja a kapcsolatot, azt csak ő tudja a világon. És azok közül, aki pedig nem barátom, de kedvelem, például Kovács András Péter, aki aki, aki, nagyon megérett, aki, aki szerintem a legjobb lett ebben a fajba, Mind színpadon, mind videós téren. Sose volt igazi divatos, sose volt túl és mégis szerintem a leges legjobban fogja meg ezt az egészet. Tehát ha újra kezdeném, vagy ha civil lennék, akkor szerintem nekem ő lenne a kedvencem. Igen, ő nem él egy tipikus celeb életet, mert azért van a ti körötökben is olyan, aki azt éli, vagy próbálja azt élni, de ő egyáltalán nem ez a kategória. Nem, szerintem egyikünk se olyan. Közöttünk egyáltalán nincsen celeb. Ezt 12 éve ezelőtt a Soda Club első évében így közöltük az újságokkal, hogy nem. Tehát, hogy nem. 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 nincsenek fotók nyaralásról, nincsenek privát cuccok. Ha valakit néha lekaptak valami rendezvényen, akkor akkor annak nem nagyon volt folytatása. Ezt szépen lassan megtanulták, és nekem például van a, a fellépés ügynökségen kívül saját menedzserem is. Azért Juditom, aki terelgeti ezeket a dolgokat és kezeli a sajtót. Hála a jó Istennek, hogy, hogy a sajtó együttműködő egyébként. A, a, nálunk szerencsére a, a bulvár sem olyan véres. Van egy-két mm. ember, akit valamiért utálnak, de mi közöltük az elején, hogy mi nem szeretnénk klasszikus. Tehát mi nem fogunk ö, csillogni, villogni nekünk. Hál' Istennek van tevékenységünk. Nem kell, hogy a magánéletünkkel haknizzunk. Úgyhogy ezt tiszteletben is tartották. És Én ez jó teljesítményeteket teszitek le az asztalra, és inkább ezzel kell foglalkozni természetesen. Igyekszünk arra fókuszálni, igen. Szerintem é, ezt mindenki nevében mondhatom. Kettő percünk maradt, mert hogy ugye, mint említetted, hamarosan jön Gyuri atya. De Gyuri, mindenki, atya. Fán, Gyuri, atya Gyuri atya már készíti a szentelt vizet? Igen, 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 igen. Úgyhogy, de ezt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy hányan voltak, hány olyan újságíró volt, aki megkérdezte, lehet, hogy nem is volt, hogy te a magánéletben is vicces vagy? Hát az összes interjú így kezdődik az elmúlt 15 évben, hát szerintem ilyen több százan. Mennyire kicsi, Most már, annyira sejtettem, hogy ez többször elhangozhat. Várjál van még az a kérdés, hogy, és hogy kezdődött ez az egész? Van még ez? Ha, hogy tanultad a, a... a humort? Ilyenek, ilyenek, de ezzel semmi baj nincsen. Most már, most már lassan fogok csinálni egy ilyen gyakori kérdések ellentétét, tehát hogy ezeket ne, tehát hogy ezeket kerüljük ki. Volt olyan, hogy felsoroltam így négy kérdést, hogy hogy annyit kérnék, hogy ezeket ne tegyétek föl. Bármi másról beszélgetünk. És akkor azt mondta, hogy hát akkor köszönöm szépen. Csöbb. Más nem tudok kérdezni, hát ez van. Igen. Na, no, tényleg lejárt a műsoridőnk, sajnos. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit tudtunk beszélgetni. Köszönöm. Remélem, hogy a nézők is élvezték, meg remélem, hogy te is élvezted és nem abban az interjú sorba írt fel, hogy, na, ez se kérdezett jókat. Nem, nem. Hát én köszönöm a meghívást. Nagyon ritkán, és nagyon régen várt, vágytam már egy olyan tévés szereplésre, hogy tényleg, hogy alulról ne kelljen felöltöznöm. És most végre meg. <hállt> Akkor ne hajts még le a monitorodat semmiképpen, még, nem. még mielőtt látjuk. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Köszönjük. Szervusztok, bye-bye szólok. Köszönöm szépen, sziasztok. Szia, szia kedves nézőktől még nem köszönök el, ugyanis, mint tudják, van nekünk egy játékunk, ami nem más, mint a kedvenceink tablója. Kis állatok képeit várjuk, és jöttek a múlt héten is igencsak sokan. Most ezzel zárjuk a műsorunkat, ennek az eredmény hirdetésével. Köszönöm én is a figyelmüket, viszontlátásra! Tizedik lett Lilla Dóra, nevű lova. Kilencedik helyezést ért el Szűrös Zsanett, Uvel nevű kutyája. Nyolcadik lett Ónadi Gabriella és Kis Gergő, Lufi nevű macskája. Hetedik lett Borbé Zsanett Beigli nevű kutyája. Hatodik Igerer Hanna Kiki nevű macskája. Ötödik Kisner Ildikó és Django nevű kutyája. Negyedik Kincső Boglárka Ribizli nevű kutyája. És jöjjenek a dobogósok. Harmadik 81 lájkal Hasznos Anikó és Gúnár. Második 387 lájkal Monori Kitti Bazílió nevű macskája és első 394 lájkkal Gilski Anita Süti nevű kutyája. Gratulálunk a győztesnek, akinek a jutalma nem más, mint egy 10.000 forint értékű utalvány a Jonatán Zöldség Gyümölcs kereskedés jóvoltából. És sorsoltunk, ahogy azt már megszokhatták a lájkolók között is, a szerencse ezúttal Lajkó Tímeának kedvezett, ő pedig a Noni Belvárosi szönyegdiskont 10.000 forintos utalványát nyerte. Gratulálunk! Thank you